hogy miért is hoztátok meg a mai döntést, elő magatok írtatok, és ezt most elmondom a vendégeiteknek is. Dóra azt írta, Geri mérhetetlenül jó lelkű ember. Árad a kedvessége, udvariassága, önzetlensége. Imádom, hogy ugyanolyan szeretett nyelvünk, hogy kedves szavakkal, szerelmes nézésekkel és nagy ölelésekkel telnek a mindennapjaink. Imádom, ahogy jókat terül a sajátos poénjaid, amit a legtöbben nem értenek, de engem mindig megmosolyogtatnak. Imádom, ahogyan velem és a családjával bánik, és már a gondolatát is imádom, hogy ő lesz a gyermekeim apukája. Akkor ezt a karisnyakötőt csak kölcsön adtad, jó? Mert akkor az a kölcsön. Geri pedig azt írta, Dóra rettentően okos, szépségesen szép, fantasztikusan gyönyörű a lelke. Szia, drágám! Szia, drágám! De szép vagyok, hogy a fák! Geri, nem gondoltad meg? Nem még. Nem gondoltad meg? Nem még. Geri, én akkor beszállok helyette. Aurája, ami körülveszi és átjárja, ezt nem lehet nem észrevenni. Mindig ragyog és mosolyog. Érhetetlenül kedves, és mindenkihez van egy-két jó szava. A puszta jelenlétével jobb kedvelben. Egyszerűen sokkal jobb emberré tesz engem. Igazi barátom, az életem csodálatos anyai és feleség válik belőle. Az igazat megvallva már én.